Ezzel a megható, ám pozitív hozzáállást hangsúlyozó videóval indult Csuri Ferenc előadása a Bugát Pál Technikumban kedden délelőtt. A parasportoló nem mindennapi életútját ismerhették meg az iskola tanulói, akinek 7 évesen amputálni kellett jobb karját, mert egy rutin műtétet követően orvosi műhiba lépett fel. Aztán a sport hozott fordulatot és pozitív élményeket az életében. Később sportoló lett és sportvezetőként is dolgozott a Paralimpiai Bizottságnál, különböző szövetségeknél a mai napig munkálkodik. Mint mondja, állapota az élete részévé vált, és szeretné saját misszióját, valamint a parasport mozgalmat minél szélesebb körben megismertetni. A diákokat motiválni mindenféleképpen jó dolog, és hogyha ehhez akár parasportolók, akár bármilyen sportoló hozzájárul, akkor már én azt gondolom, hogy valamit hozzátettünk a közös érdekhez. Én ugye néha azért szoktam menni iskolákba, intézményekbe, különböző alapítványokhoz ilyen beszélgetésekre. Ennek mindig az a lényege, hogy a gyerekek ne megijedjenek ettől, hanem kicsit befogadják az új információkat, és talán egy kis erőt is tudjanak belőle meríteni. Az intézményben javában zajlik a már hagyományosnak számító parasporthét, ilyenkor a testnevelés órák keretében próbálhatnak ki a diákok több mozgásformát is. A tanulók ilyenkor a testnevelés órák keretein belül különböző parasportokat próbálhatnak ki, ilyen a vakfutás társal, az akadálypálya legyőzése vakon társ irányításával, ülőröplabda, ülőbocsa, illetve az ülő curling, a nyári curling, ami a jeges curlingnek egy változata, valamint kapnak feladatokat otthonra is. A tanulók a hét során hasznos információkkal gazdagodhatnak annak érdekében, hogy a jövőben munkájuk során és magánemberként is elfogadják és segítsék a fogyatékossággal élőket.